Csácsomi csörtészt, a csokoládé és traktorkerék, és szándékosan egy ilyen visszafogott beköszönéssel kezdtem, mert mindig ordítok, mint a fába szorult féreg, aztán nagyon-nagyon idegesítő lehet. Na gyerekek, akkor úgy gondoltam, hogy neki kéne állni itt a pénztermelésnek, és semmilyen körülmények között hitelt nem fogok felvenni. Ezt most leszögezem. És szerintem 3 nap vagy 3 gameplay után majd meg fogom szegni, de azért megpróbálom. Nem. Egyébként, na, az a szituáció, hogy a Keeper elfelejtette a kezelő szerveket. Szerveket elvileg, ugye van itt egy jó pár tábla, búza, amit így arathatnék kapásba, várja, hogy kellett az inventory-nál vannak itt a dolgok, mi? Új járművek, igen, jó van, oké. Okay. Hol veszi a Kovács Józsi, ilyesmi. Szerintem azt kell csinálni, hogy behordanánk egy kis cuccos. Nem tudom egyébként, hol lehet még szerelni, úgyhogy azt jó lenne rájönni, meg kell nézni, hogy hol van ez a szerelőműhely dolog. Növekedés téma, ugye betakarításra kész gyakorlatilag majdnem minden ezen a mapon. De szándékosan nehézé tettem magamnak úgy, hogy ugye nagyon kevés gépem van, és nagyon kevés pénzem van, és a gépeket majd ma valószínűleg nem fogunk menni gépet, egyébként néhány gépet már raktam be, vagy egyébként gyerekek, annál jobb nincsen ebbe a játékba. Megint FS17 fika lesz, de miért kell az FS17-be belekeverni a modokat a többi közé? Miért nem tudták úgy megcsinálni, mint itt? Módosítások, és akkor ki tudsz válogatni. Mert csomó ember csak modokkal akar játszani, és akkor innen veszi meg a dolgokat. Nem kell állandóan mindig keresgetni mindenhol. Itt akkor csak modok vannak, érted, nem? Na, jó, ennyit akartam. Menjünk ki a kombájnak aratni. Nem, remélem nem túl hangos a játék. Hát, nagyon-nagyon bízok benne egyébként. Ugye autokombájn módot raktam fel. Egyelőre még nem fogom használni, egyelőre kimegyünk akkor így, ahogy vagyunk. Sokat akarok belső nézetbe játszani, és sokat akarok nagyon reálisan játszani, úgyhogy ugye erre készüljetek fel, hogy rámegyünk itt a realitásra, mint az őrültek. Hol kéne kivennem egyébként, hol férnék ki, várjál. Akkor, ja, várjál, várjál, klassz dominátor. 2% sérülés, klassz. Meg a vágóasztalnak is sérülése van már, úgyhogy ilyenekre van rá kell figyelni ebbe a játékba, gyerekek, mert itt problémák lesznek, egy kisebb félek. Odébb kéne járni valamik a Dutrával, vagy valamikkel. Dutra 0% sérülés. Ez aztán baromi hangos volt, mondjuk. Ja, nem tudom, ez a hangerőt nem merem följebb rakni. De előtti részben 30%-on volt, azt úgy üvöltött az MTZ, mint az őrült. Na gyerünk akkor belső részet, és nézzétek milyen jobb illeg az egész. Aj, de imádom, nagyon jó. Valahogy ki kell kecmerőnünk, ugye marhára kell figyelni. Hát tök real, hogy ugye nem törheted össze a verdát, mert ott van, hogy 4% a klassz dominátor, 2% a vágóasztal. Hát azt hiszem, hogy ez, ha jól emlékeztem, ezt pont ki szokott férni. Próbálkozunk vele. Nem, nagyon nem kell összetörnem. Jaj, remélem kifér barátaim az urló, akkor úgy kell. Majd most egy külső nézetet. Aha, jó van, kifér. És akkor elmegyünk ide balra, a legközelebbi területre, és akkor behordjuk a csílóba, ugye. Na és ugye van forgalom. Úgyhogy óvatosnak kell, ilyen tényleg nem kéne összetörni a verdát. Megkezdjük itt bal oldalt, és akkor learatjuk szépen ezeket, és akkor behordjuk, jó? Azt gondoltam, hogy ezzel kéne kezdeni. Időben nem pörgetünk még egyelőre bele minek, és akkor neki is állunk. Na, és akkor megpróbálok itt ilyen tényleg egy nagyon real dologgal játszani, vagy real formát. Ugye úgy kellene ugye körbe keríteni legelőször nyitott a rakószerkezet. Úgy kéne, ugye, most nyílik az a rakószerkezetől. Jó. Úgy kellene, hogy a körbe húznom, gyerekek, eskü, figyeljetek, nem akarom elcseszni. Ezért most ezt levettem 10%-ra. Nem akarom elcseszni, mert belülünk a gépbe, marha hangos lesz lehet. Én nagyon bírom. És akkor körbe húzzuk, ugye cső kifele. Úgy szokták kezdeni. Klassz dominátor már 5%, gyerekek, kopásban, meg izé van, minden karba kell tartani. Nem tudom, hogy ezt hol lehet megoldani, majd annak után kell nézni, már 5%-os izé hiba van a dominátoron. Még nem mentem neki semminek, ugye? Hanem egyszerűen az, hogy szerintem kopi. Nem ütköztünk. Majd azért figyelünk rá. Jó vagyunk, gyerekek, nagyon imádom.
Megpróbáljuk fölhozni magunkat egy kicsit anyagilag. 12 000 ugye bérmunkás, semmilyen körülmények között nem foglalkoztató. Főleg azért se nem, egyszerűen nem mernék bérmunkást foglalkoztatni azért se, mert ugye sérülnek a járművek. Szarrá töröm, hogy akkor nem leszek az előbbre. Lehet, hogy valahol meghúztuk, gyerekek. Már csak azért is, mert most meg például nem kopik, úgyhogy szerintem lehet, hogy valaminek neki durratottam. De minek? De és egyébként bálázni. Oké, azt akartam mondani, akarok bálázni, szóval. Jó lenne, hogyha szórnék szalmát. Gyerekek, nekem ez a mod, az, ami iszonyatosan tetszik. Ne haragudjatok, hogyha utáltak is érte. Többet kérdeztétek, hülye FS 15. Miért? Hát, mert nem tudom, mert ez jobban bejön. A marhára tetszik azért. És benn van ugye benn van egy pár mód, ugye benn van ez a real light mód, már mint hogy baromi sötét van ugye éjszaka, úgyhogy arra figyelni kell folyamatosan zseblámpázni, vagy a valóságban ne az legyen, hogy tök könnyen tudsz például tájékozódni. Tetszik, tetszik, jó lesz ez. Ha körbeértünk 33, akkor azt kell csinálnom, hogy nem értem, hogy hol sérültük meg. Nem meg kivenni az útra. Itt egy autó, jó van. 1%. Sérülésre baromira kéne figyelnem. És akkor ráfordulunk így, és akkor oda-vissza már lesz, lenyomjuk. Hogy erre gondoltak. Ahogy a nagy könyvben, és nézzétek, tök jó, meg van dőlve ugye a talaj, ez itt lehet, hogy elhagytam mi? Hagytam egy csütött gyerekek, jó van. Nem akarok kinézni, mert belső nézett az olyan, nagyon feeling. Az árpa ugye. Hogyha búzát mondtam, akkor elnézést, eddig nem figyeltem nagyon. Királymód. Akkor megállíthatnám, ugye a vágóosztot, aztán úgy fordulhatnék, ha már egyszer. Na, ott szállítottam jól, elég rendesen. Ajajaj, nem látok meg én, úgyhogy most... Bocsi gyerekek, de... Jó néz ki az IKR-es, ez a textúrája nem a legszebb. De úgy jó néz ki, amúgy... Hangulatos. Class Dominator. Jó, oké, megpróbáljuk úgy húzni, hogy ne adjunk el. Azt a pár halászt, azt majd lecsapjuk. 52%, gyerekek, jövünk ki az MPZ-vel. És akkor pótkocsival hordjuk. Meg kell próbálnom azt a másik pótkocsit, ugye van az a zöld, meg van az a nagyon putva. Azzal a nagyon putvával meg kell próbálnom hordani. Megnézzük. Ja, és egyébként ugye lehet, hogy terület össze... Mi volt? Ott volt egy Audi gyerek. Bejövődik. Terület összeszártásokat, meg ilyeneket lehet, hogy bepróbálok majd. Megint csak. De megpróbáljuk nem pont ugyanazt mírelni, mint előtt. Én itt csak 5%, akkor valamit eltaláltunk ezelőtt szerintem. Ide meg viszont nem tudom, hogy nagyon emberek jobban betalatni. 6%, tessék, bazeg. 6% és nem tudja, hogy nem találtunk el semmit. Figyeled, 6%, úgyhogy ez kopik. Ez kopik, gyerekek. Most pont váltott 5-6%-ra. Ugye damage, gyakorlatilag se, nem is tudom mi a damage, hogy tudom akkor definiálni, ugye nem sebződés, hanem kopás gyakorlatilag. Úgyhogy nem tudom mennyibe kerül a javítás, az nem lesz az egyszerű, nem hogy az legyen, hogy horribilis, igen, ott megint elhagytam. De milyen jó izé, milyen jó a terep. Nem? 70%, szépen mindjárt jövünk az MTZ-be. Aztán akkor itt kezdünk. És bálázunk ugye Hestonnal természetesen. Nem alap, szerintem. Az lesz a fasz a gyerekek.
Na végre egy kis kihívás, meg az nagyon sokat számít nekem, hogy legyek kihívás a játékba. Például az újabb izébe, Farming Simulator sorozataimban mindig az volt, hogy nagyon olcsók voltak a gépek. Most semmit abszolút nem kellett küzdeni érte. Úgyhogy ezután mindig rakom be a modokat, akkor mindig én állítom be, hogy valami, hogy kelljen küzdeni. Hogy Rábas Tiger például van az alpakban, tudjátok, abban ne izé legyen, meg 10 000-be kerüljön egy Rábas Tiger, kerüljön 100 000-be, kelljen érte küzdeni, és akkor értékelek. Nem az, hogy veszül belőle 5-öt, meg az, nem is tudom melyik jármű izé volt, ilyen 1 eurós az egyik modban, hát az is több gáz, nem? Már 700-ig gyerekek. Képződik, learadsz egy 3 táblát, azt akkor cseszheted a gépet, mi? Ez durci. Nem merek így hátra tartani, de most belsőbe akarok mindenképp. Nézzük meg mennyire tud... Aha! Jó. Egyébként elég lenne csak felvennem a válogatkat. Nem kéne kikapcsolnom. Közben rájöttem. Ez a C510-es ugye az meg a vágóasztal része. Tök jó, mert itt meg megismerem még a üzéket és a nemeket jobban. Jó, szerintem ezt be is tudom izélni. Meg is lesz. Gyerekek, milyen izé... Ilyen nagy lyukak vannak itt a talajban. De meg van dőlve rendesen a gép. De így nem annyira látszik, de így... Hogy ez nagyon király ebben. Hogy izé, nagyon jó talaj, hogy mozog. Nem is tudom, mi volt az Alföld mapon volt ez a izé, hogy ilyen talaj ilyen tök baromi nagy poligonokból állt egy csomó helyen, aztán tök hülyen élet itt. Most az izét próbálgattam. Véve emeli, nem? Ja, de az külön kell, aha, így. Ja, így, és akkor fel tudom emelni, és nem kell kikapcsolni. Most ráfordulok. Elvileg jó helyre tartok. Hoppa, 9! Ugye, hogy neki mentem a falnak, az a 9 sérülés mindjárt. Jó van. Az nem olyan sok, ugye. Ez meg is lesz akkor az egész. Az a figyelj, kár nagyon. Hát nem is tudom, az autó combine módot merem-e majd indítani. Meg hát... Ups, megtellettünk, jó van. Ja, csak mivel is? Nem akarom nézni. Elvileg ugye át kell váltani. Húval? Ugye? Jó. MTZ-vel akarok kimenni. És meg kell próbálni azt a kék fotkocsit, azt tud-e gaborát. Lehet, hogy halk, nem? Nem tudom, nem merem gyerekek az hangerőt cseszegetni. Ez jobban tetszene. Volt kicsi 0% sebződése, MTZ 0% sebződése. Nem tudom, hogy a izéket azt tudja. Ott van egy jó kis izé kultivátor, azt meg Dutrával fogjuk majd kultiválni. De előtte még MTZ-vel akarok egy Heston bálázást. Ugye azért az izének, hogy Dutrának fölösleges lenne egy Heston-t rárakni. Nincs ajtó, de nagyon jobb meg vagy csináló. Figyeljük még, de mara. Itt azért van izé kihívás, mert ott jön az autó, jó, kiférünk. Marha, le kell figyelni, ne tudod össze a verdát, mert vége lesz a bujra. Nézzük. Nagyon jó ez a Ford kocsi, tetszik. Benzin, ja, az ő biztos működik. Meg ilyen nagyon gangolni is a szabad szerintem, hogy... Pattog a földön, azért... Aj! Lehet, hogy az is beteszi neki a kaput. Ajaj! De ez nem nyitott ki. Szerint, hogy pont fordítva kell, erről nem tudom már, jár. Szerint, hogy fordítva kell. Mondja, megnézzük. Ez mi abba hagyja, hogyha kiszállsz? Aha, oké, abba hagyja. És tudom egyáltalán tud-e rá üríteni. Ah, tud, jó, mi pedig. Ez elvileg bála hordásra is jó, lenyitható ajtóval, és akkor bálát is tud hordani. Ez a pót. Elég szépen meg van csinálva. Hmm.
Na jó, oké, vissza, ó. Csüktöm a csövet? Vajon mi? Biztos. Ezt a maradékot lekapjuk. Ezt akkor jöhetünk a Hestonnal. Ja, és igen, és be fogom oldani most egyelőre a silóba. És akkor onnan ki tudjuk nyomni, hogyha kell, ugye. Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Hát igen, egyelőre ugye pótkocsikkal dolgozhatunk, két pótkocsival meg be tudjuk oldani, van egy zöldünk is, és akkor nagyon meg fogjuk gondolni mindig, hogy mit vegyünk. Oké, ez meg is van. Ezt ki is kapcsoljuk, ez félreálló, és leürítünk vele. 12 százalék gyerekek, nem, abszolút nem megyek neki semminek is. Baromira sebző, ez a kombán, ez nagyon tökre megy. Külső néletben is, mert marha jól néz ki, csak azért de jól néz ki a pótkocsi, nem gabona. Ja, 100%-on van 3000 liter fér rá. Ah, jó van, akkor menjünk. Nincsen eznek valami izéje? Bál rögzítése, aha, ennyi van. Plató felle. Jó, ezt bevisszük. Szóval, hát szépen megállt a jövő. Gép. Megkessük a búza, vagy az árpásat. Nagyon szép. Tök jó, tetszik gyerekek, mint az állat. Na, nézzük, hol az árpa. Ez mi? Búza, repce. Most egy kicsit körbe kell járnom. Ki kell nyitni majd az ajtókat, faszám, ezt az F1-et kikapcsoljuk. Kukorica, akkor hátul lesz valahol, megnézzük. Mi van krumpli is, meg répa is, ilyen tároló. Hát ez. Ez még mindig a kukoricái, akkor ott lesznek hátul valamelyik. Ez biztos, hogy valami krumpli. Javító műhelyre vagyok kíváncsi egyébként hol van, úgyhogy ezt még megnézzük. Napraforgó. Akkor hol az arpa, gyerekek? Jó, ott a javító műhely! Aha, volt külön javító műhely, várjál, ez mi volt? Ez volt a búzás, ugye? Már hol a szarba van? A hülye vagy, hol van az arpa? De ez kukorica. Ja, most ezt el vagyok vezd, ahol az arpa. Kihajtom az MPD-ből cuccot. Hülye vagy, tényleg nem tudom. Megnézem ennek a végén is, hogy izé van-e. Búza van-e írva. Meglesem, jó? Ha az, akkor nagyon rábasztok. Tényleg az. Na, öcsém! Most hülye vagy? Ott még, ja, még ott van hátul valami, ott külön van. Hát az ajtón túl. Na, az lesz az az. Jó, megszivattak, mi? Ugye itt az óval kell nyitni az ajtókat, hogyha véletlenül nem nyílik neked, sokan kérdezik ezt, akkor nincs benne az a, nem is tudom mi, valamilyen map trigger vagy, ó, vannak marháim, arra nézzé, maré. Itt az árpa kell sajnálni. Akkor nincsen egy bizonyos mód neked beragva, vagy pedig nem jó verziójú a játékot, ez a kettő lehet. Hogy köl? Biztos óval mi? Óval. Jó, van itt van az arpa. MTZ! Fekete füst, gyerek, ahol a füst, ott az erő. Tudjátok. És elvileg akkor ide lehet valahova, így írja? Jól öntetem. Kirakodás Q. Mi vagy? Ha jó volt a kirakodás is.
Forduljunk egyet, hogy arra, lehet, gondolom arra billent. Ott a kirakodás. Az. Ja, hát egy kicsit furcsa átfolyik a izén, az oldalon. De egyetlen. Megyek ki vissza. Úgy beejtjük, ja, igazából nem kéne úgy beejteni, hanem a izét. Hát aki ilyenkor nyitva marad az ajtó, az oldal, de jó, meg van csinálni, az az. Ennél föl lehet csukni. Először le kellett volna nyitni, öcsém. Ugye, és akkor úgy öntöd le, akkor lett volna fasz, hát a valóságban is úgy jön. Na, azt kéne, hogy a kombájna utána vissza kéne jönni szerintem izébe, megjavítani, meg legalább kipróbáljuk azt is, hogy az hogy működik, jó? Szépen az úton. Józottjuk az M10 ütemére bírjuk. Hoppá, hoppá. Kicsit búvaj, de jó lesz az a gázra, amíg ilyen hangja van. Tudod, az, az a tipikus gardán hang, vagy nem is tudom, váltó hang. Jajjaj. Hátosan. Ezt kiürítem még. Érdekes, hogy a kombány az sebződik, mint a barom, ez meg nem. Imádok egyébként egy játékban úgy játszani, hogy kiszállsz, és a másikban meg beszállsz. Érted? Az úgy életfű. Ilyenkor kiszállok, akkor még megy. Aha, jó van, ez megoldódva. Egyébként van olyan, ugye FS17-ben már benn van, hogy le tudsz rakni akárhova cuccot, de egyébként az már benn van ugye az izében is a 15-ben modként. Valahogy komolyan mondom, ennek a grafikája valamiért nekem, hogy jobban megy. Lehet, hogy azért már ugye ilyen kopottabbnak tűnnek a gépek, hogy igaz, nem jó, hogy ez. Itt egy nagy lik. Most bevisszük, akkor van egy pár ezer literű. Ez 96%-ra megtöltötte meg, úgyhogy ez pont jó. És megpróbáljuk legnyitott oldalra, jó? Itt egy belső negyvetező. Nem húzzuk meg neki semminek a pótot. Szépen itt hátra tudok menni, jó lesz ez gyerekek. És akkor behozom azért a kombányt javítani. Nem tudom, hogy lehet, hogy a javít, vagy már sérülve van, akkor még tovább sérül, vagy nem tudom, mikor van ez. Na, ide kéne befordulni, azt akkor itt elég jól egyből bejelentheted, várja. A kirakodás és az a durva ugye, hogy itt nő az a hú, úgyhogy ez tök jó meg van csinálva, és azt hiszem, hogy fel is lehet szedni. Mi a tökömmel? Ilyen gippel. Na, és akkor most megpróbálom ennél. Igen, hát így van értelme, ennyi. De voltál hülye, ez van. És becsukjuk föl, az, és akkor mehetünk. Egyébként másik ajtót kinyitottam, nem kell forgolódnom, mi, de hát ez az MTZ-t simán megfordulok. Jó lesz ez. Oké, gyerekek, akkor ez félreállunk. Valahova. Mondjuk nem tudom, ezt régebben ezt használtam, hogy ilyen kocsiszínnek, ugye a búzásat. Ezt akkor nem kívultak, de hát tök jó helyen lenne ott is, ahol tényleg gyárilag van a helye a járműveknek. Szóval azt mondja, hogy akkor ott fogom tartani őket. Pontot azt lehet, hogy itt leakasztjuk. Nyilvánvó talán nincs útba. Még mindig kéznél lenne. Nem 10 éve meg bejárunk ide valahol. Hát azért annyira nem jó helyom az. Na mindegy, én hozzuk be azért klasszot. Na hát nem lesz egyszerű forgalomba bejönni. Végén még kell használnom azért, azt, hogy soha nem szoktam.
vágóasztalnak a jövőjét. De ma most meg 14, de ez is jövőjét, ha üle vagy, öcsi. Hát ezt megnézem. Megpróbálok javítani, hát remélem nem olyan rohadt drága a javítás. Nem megyek neki semminek, azt tudjuk. Miért sérül ez a nyitvön, mint az állat? Hát ez itt olyan volt, mint a neki menni volna, de nem sérült. Nem megyünk arra, megnézzük, elvileg szerintem az lesz a... Most itt át tudok menni. Na kell venni egy jobb kombányt, hogyha ez ennyit fog sérülgetni. Jajha. A kapuk ezek ki vannak találva, gyerekek. Nézzük. Míg vannak itt. Tudok erre menni egyáltalán? Ott van a kérdője, megnézzük, hogy akkor elvileg ott lehet javítani. Hú, itt van egy izé, egy ilyen mosó is. Jó, vagy de jó, ez régen nem volt. Oda nézzék. És elvileg onnan vizet is lehet venni. Na nézzünk körül, hogy mi van. Már meg 15-ös sérülés. Na, mit ír? Szerviz, ennyi. Hogy kell kinyitni? Ja, kinyitom a másik ajtót is, ki tudom? Oké, és akkor ide kell behoznom valamit, és itt megjavítódik? Nem tudom, a gyerekek tényleg. Tehát befér ez? Lehet, hogy le kéne raknom a vágóasztalt. Ugye a vágóasztal nem nagyon sérült. Nézzük, hogy a 15%. Mi a fasz? Oda nézzél, milyen jó. Te tuti, ez hogy van? Hogy kell ott ezt rákattintanom, te? F1, F2, mi van? Aja. Nem tudom, hogy kell használni, baze. Hogy kell használni ezt a cuccot? Vagy akkor most megjavítottad? Vagy mi van? Vagy nem tudom ám. 15% ugyanúgy, várják, ki kell szállnom hozzá talán? Nem úgy tűnik. Hoppá! Ó, tesi! Nem vágom, hogy hogy van. Szia, hogy 15%, ugye? És ez hogy... 90 euróba kerül. De hogy kell elindítanom? Ne, ennek meg kell, ezt meg kell nézni, gyerekek. Itt igazán... Aha, ott van! Ja, ott van, ott erre. Na mész, és akkor erre. Nem, ah, és ilyen izé, ilyen hangok, hogy csörög, zörög. És javítják, hallod? Itt is hagyhatod? Hallod, várja, várja. Próbálgatja a gyereket. És itt hagyod, ugyanúgy. Hát ez nagyon nagy ötlet, nem? Gyerekek, baromi jó. Ez jó drága.
És és ki is írja? Mondom, akárhol vagyok a térképen. Nagyon folyik, de nem tudom miért söpződött ahogy ennyire. Na jó, örülök neki. Figyelj, hogy egy szállam, hogy kijöttem ezzel a kotlával, de ez mi az, mert ilyen retek réka régi. Többi rendesen álljó egy foxot. Gyerekek, azért ezzel lesz baj. Ó, igen, baromi hangos, tudom, várja. Az a baj, ugye minden izének, minden modnak más a hangja. Jó, Hestont szeretném felkapcsolni. És egy kicsit akkor balázunk. Király mod. Jó, de jó kis Hestont balázok. Az a fura az MTZ, meg nem sérül, ugye szóval valószínűleg, hogyha megütném, akkor igen. Igen, és ott van Heston 5580 M1300 0% dimi. Ez nagyon jó, mert ugye meg fogom tanulni ezeket a neveket ilyen nagyon perfektre. Egyet használok, baromi jól van csinálva, tetszik. Az nem tudom, az a klassz az miért sebződik annyira. Kicsit bálázunk, jó? Ezt kéne lekövetnem, ahogy ezelőtt mentem. Na, ezt hogy kell bekapcsolni? Meg B és B, ugye? És leengedett. Azt hiszem, hogy ennyi az egész. Ez is még nem viszi. A fiú, hát ez... Nehogy már ennyivel vigye. Ah, ja, ma marad. Jó volt ez, gyerekek. Ez gyári, hogy ez háromba megy? Na, elindul, jó. Jól akarta elindítani, jó, most már megy, jó, van, oké. De szerintem ez még reális is, ugye, hogy nem egyből rántja meg. 9-re megyünk ma, köszönöm. Nagyon, mint hogyha amikor elindulna vele, akkor így előtte fölpörgetné, vagy nem tudom, mit csinálna. Ugye van az izé a... Milyen teljesítmény átadó tengely? Jól mondom? De hát annak nem kell ilyen... Ez nagyon durva neheven indul. Miért indul ez ilyen rossz neve? Viszont az a kerék, az fotorealisztikus textúrájába. Le a galappal a készítő előtt. Nagyon szépen dolgozik, de viszont a bála meg nem látszik a belsejébe. Gondolom akkor fog látszani, hogyha már elkészült. Várja, itt volt egy kis kanyar. Nagyon elgondolkoztam a bálával kapcsolatban. Ja, nehezen indul el. Annyi MTZ korban véd az őrült, ahogy elindítja. Ezt utána akkor azért beindul. Mivel ürik? Tóval? Jól emlékszem. Tudod, de nézd, micsoda lyuk van itt. Ha, óval, jó van. Kigurult belőle szépen. Faszám, működik, tetszik. Jó. Felsőbe nyomjuk. Ja, oké. Jó, gyorsan megtelik. Ja, ezeket... Hú, mindenképpen... Hú, mi... Ajaj. Mi jó volt ez, bazza? Micsoda idő panó volt. Azt nem tudom, az a baj, hogy nincsen, azt hiszem, hogy erre csatoló. Szóval mindenképpen valami... Valami olyan gépet kell szereznem, amire van. Van homlokrakodó, de szerintem nincs erre, nincsen. Úgyhogy valami olyan kis olcsó gépet esetleg, hogyha tudnátok,
linkelni, amire tudnék ugye izét rakni, homlokrakodót. De tényleg olcsó legyen, kicsi gagyi, régi, rusztikus, mert ugye kellene valami, amivel a bálákat beoldom, mert anélkül igazából semmire nem megyek, hiába bálázok, úgyhogy a következő rész elejét már azzal kell kezdenem. Szóval, hogyha megtennétek ezt nekem, akkor baromira örülnék. Mert anélkül nem lesz nekem bála témám. Szar a széjjel, olajos a hidraulika, marhára meg van csinálva. És rendesen kapaszkodik a gépbe, vagy a gép elé, komolyan mondnak. Megvan a szarszagait. Oké. Okay. Én menek egy kört, élvezem. Növégények elszáradását majd kikapcsolom, ne aggódjatok, már biztos írta valaki. Kicsit elfelelkeztem róla, de azért nem olyan veszélyes még. Egyet talán. Tetszik ez a Heston. Hát komolyan mondom, ez a Heston. Ezeket szerintem a csávó, ez tuti. Tuti, hogy úgy fotózta, figyeld már. Milyen textúrák, főleg a keréké. Kivent ott ki volt neki egy Hestonja, lefotózta, aztán fölrakta az oldalára a textúrát. Baromi jó. Ez a kerék. Meg a keréknek a ízja mintázata, meg azok a hegesztés nyomon. Ez borzalmasan jól néz ki. Milyen gázzal indulok? Hát elég nehéz akar. Királya cucc, gyerekek, királya cucc. Okay. Na jó van, gyerekek. Kiszállok a paripából. Akkor innen, oda nézzetek, ahogy megáll. Még mindig legyen lassan pörög. Ja, innen folytatjuk. A következő, vagy ez alá a rész alá, hogy a következő részbe tudjak bálát rakni, akkor egy ilyen homlokrakodós valami MTZ-t, vagy akármilyen régi dögöt valamit linkeljetek, hogyha gondoljátok, és akkor berakom. És akkor azt megpróbáljuk megvenni. Hát ha máshogy nem, akkor addig itt maradnak a bálák, és akkor még aratunk. Az a lényeg, hogy azért tudjuk kitermelni ugye a pénzt. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a megint az új lakon lévő dolog, hát én imádom, én sokkal jobban imádom, mint akármelyik milyen FS-t, hogyha elkezdenék most bármilyen böszmenagy gépekkel. Na jók legyetek, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!